Szeretettel üdvözöllek, Galambos Balázs vagyok, a Szépen Vájjelvállás Központ egyik alapítója és egyik ötletgazdája, és majd olyan jelenségről fogok nektek beszélni, amiha felüti a fejét a kapcsolatba, vagy észreveszed, a párodon, vagy akár saját magadon, akkor azonnal foglalkozni kell vele, ez pedig a kisebbségi komplexus. Hú, hát általában nem úgy szokott egy párkapcsolat alakulni, hogy itt bárkinek kisebbség komplexusa van bárkivel, de ahogy megyünk bele az ismerkedés folyamatába, és ahogy egyre jobban megismerjük a párunkat, akkor, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy ő, ő nagyon okos, borzasztó, sikeres, 17 nyelven beszél, a szépségét azt, azt gyakorlatilag messziről zengik a, a mindenféle magazinok, most persze a túlzásba este meg kicsit, elképesztően tehetséges a, a zenében, a festészetben, a bármiben, és te úgy érzed magad mellette, hogy te nem vagy elég jó, és te nem vagy elég különleges, körülbelül úgy érzed magad mellette egy, idő, egy időn túl, mint hogyha egy dándog mellett érezheti magát egy csivava, és hát itt nagyon gyorsan meg kell állni egy picikét, és a saját önértékelésedet kell rendbe tenni, mert, mert hogyha neked van egy ilyen kisebb rendőség komplexusod, tudnod kell, hogy te tartasz valahol egy úton, és a párod is tart valahol egy úton, nem mindenki képes ugyanonnan indulni, mert lehetnek mások a szülői hátterek, a családi hátterek, és, és ő téged választott. Tehát valamiért a párod te rád mondta az igen. Valamiben te neki megfeleltél. Úgyhogy ha emiatt a dolog miatt nem érzed magad jól, akkor én nagyon javaslom, hogy azt a nézőpontot vedd fel, hogy, hogy te mégis jó vagy neki, és lehet, hogy a párod úgy néz ki, mint egy szépségkirálynő, neked meg ott van, ott van a kapahály az oldaladon, de mégis nem a, a konditermes gyúrós srácokat választja, vagy nem hozzájuk megy haza, hanem te hozzád. Na most, ha te kisebbségi komplexusból mégis elkezded őt támadni és bántani, és megpróbálod leépíteni, és lehúzni a saját nyomorodnak a szintjére, mert ez nagyon-nagyon gyakori, hogy a kis kutya támadja a nagy kutyát, akár ha a kutyás hasonlathoz vissza térni, akkor viszont oda fogod taszítani őt a gyúrós srácoknak a karjába, vagy pedig oda fogod taszítani a férfit a, a kolléganője karjába, akivel szerencsétlen tényleg sokáig meetingen és nem pedig azt a szoknya a Úgyhogy nagyon fontos, hogyha magadba ezt a mérgező érzést észreveszed, akkor, akkor ezt diagnosztizáld, és kezd el kezelni. Na most ennek az érzésnek a kezelésében tudunk neked segíteni a Szépen Vájjelvállás Központban, mert egy hihetetlen professzionális válogatott szakembergárdát hoztunk létre, kócsokból, életvezetési tanácsadókból, stresszkezelő szakemberekből, szexuálpszichológusokból, akik, akik, segítenek abban neked, hogy meglásd a saját magad értékét, és a saját magad értékeként értékét látva egy mellé rendelt kapcsolatot építs föl a pároddal, vagy akár az új párkapcsolatodba, és ne pedig rögtön az alárendelt, kiszolgáló személyzetnek a szerepét vett föl, vagy pedig egy, egy nem is valós sértettségbe kezd el bántani a párodat azért, mert neked kisebbségi komplexusod van. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, mi eltökéltek vagyunk egy teljes értékű élet és egy harmonikus párkapcsolathoz való segítségben és abban való felépítésben.